Sziasztok, skacok, én Dávid vagyok, és most egy három részes igazságligája akciófigura bontás lesz! Aquaman! 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 Na, skacok, akkor most Aquaman fogom kibontani. Itt ezt szépen kibontjuk, az ollóval ezt levágjuk, és egy mozdulattal kihúzzuk. Hű, de erős itt valaki. Jól van rögzítve. Aha, jó. Így. Harmadszorra csak sikerült. Szóval Aquaman az igazságligájának oszlopos tagja itt áll előttünk 30 cm-es akciófigura baba formájában. Meglehetősen robosztus termetű és kifejezetten erős az a látvány, meg tapintásra az az érzés, ahogy őt kidolgozták. Ugye a filmben is egy páncélzatot, méghozzá az Atlantisziak páncélzatát hordja, és ez ilyen tüskés, érdes, ilyen fémből lévő felső szerkezetű mellvértje van, és ez itt is teljesen jó pofán van megcsinálva. Neki is, mint Batmannek, mozgatható az alkarja, a felkarja, kifejezetten jó, hogy ilyen gömb, műanyag, gyakorlatilag porcokat és forgató részeket, elemeket raktak bele. Érdekesség, hogy a haja is műanyagból van, tehát ez nem egy kifésülhető, nem egy ilyen könnyű kis műhaj, hanem ez is műanyag. Be lehet hajlítani a lábát, ami tényleg nem jellemző nagyon sok akciófigurára, sőt ugye általában a páncélos akciófigurákra nem, de ez egyébként ahogy Batmannél, úgy Aquamannél is működőképes. A lábfejét viszont nem lehet mozgatni. És akkor, hát itt van Aquaman. Én vagyok Aquaman. Befut. Így. Skacok, ő Aquaman volt, én Dávid voltam, találkozunk legközelebb, iratkozzatok föl ott lent, nyomjátok be a csengettyűske vagy harangocska gombocskát, kövessetek Instagramon és lájkoljatok Facebookon. Hamarosan kibontom Supermant is. Sziasztok! Kedves Mattel, léci, küldjetek még, tudom, hogy vannak még ilyen babáitok, és szeretném az egész sorozatot összegyűjteni. Léci!